ki ez az ember, szakáll a kendel, ujja sarongyos, olyan toprongyos, karó a lába, két szeme kába, áll ott magába, nem is hiába. Nagyszerű volt a hangulat a hétvégi dombóvári gyereknapon. A programok dél előttől késő délutánig szolgáltatta kikapcsolódást kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A dombóvári székelykör nyert egy pályázatot az Agrárminisztérium, ennek köszönhetően kicsit ki tudtuk bővíteni, tehát nem csak a gyerekekről szól ez a mai nap, hanem egy kicsit a felnőttekről is. Tehát eleve már délután kezdődött a program, egy ilyen ízek utcája, tehát mindenképpen helyi és környékbeli árusokkal töltöttük meg itt a teret, ezen kívül természetesen kulturális programok is zajlanak. Hogyha menetrendben megyünk, 10 órakor itt a Művöltési Ház és az Evangélikus Iskola között felavatásra került egy új játszótér. Ugye figyelemmel kísértük ennek a készülését, és hát nagyon vártuk, hogy ennek az avatása is megtörténjen. Itt a Szivárvány óvoda Vackor csoportosai működtek közül az avatón, illetve az Életfa Nagycsaládos Egyesület Dombovárhoz tartozó kis gyermekek. Aztán a Szélkiáltó Együttes nem először fordul meg nálunk, hiszen van dombovári kötődésük, az ő koncertjük következett nagy érdeklődéssel. És hát ezt követően koncertek tekintetében délután 14 órakor fellép még a Holló Együttes. Ők is kerek évfordulót ünnepelnek, az idén 40 éves a zenekar. Aztán lesz utána a Keptár zenekar, egy nagyon klassz kis táncházunk, kisebbeknek, nagyobbaknak, akik gondolják, hogy csatlakoznak. Utána a programot koncert szempontból a Bolhazsák Együttes zárja 17 órakor. De hát rajzpályázatot hirdetett a Földi István Könyvtár, a Fekete István rajzpályázat már nagy hagyományoknak örvend. Ezeknek a rajzokat is kitettük, az elkészült díjazott rajzokat, illetve Horvai János, az pécsi születésű szobrászművésznek, akinek dombovári kötődése van, hiszen a Kossuth Szobor csoportot neki köszönhetjük. Rá is emlékeztünk, és a gyerekek készítettek rajzokat a Szigeterdő természet és kulturális kincsei címmel. Ezeknek is az átadója volt még itt a délelőtt folyamán. Megkeverte már? Én belül megkevertem. Jó, ez a kettő jó eddig. A gyerekek az Életfa Nagycsaládos Egyesület szervezésében több állomásos próbatételeken vettek részt, ahol a sikeresek voltak, ajándékokat kaptak. Megvannak hátul a színek, és azt kell csinálni, hogy sorrendbe kell rakni mindegyiket. Szülők és nagyszülők egyaránt kilátogattak gyermekeikkel, unokáikkal. Szerintem szenzációs, ez nagyon jó a városnak. Hát mekkora pezsgés van, élvezik a gyerekek, rengeteg a program, nagyon köszönjük, nagyon tetszik. A Viharmadár Egyesület lángost és palacsintát készített, a dombovári székely kör pedig pörköltet főzött. Az árusok kuponformában ajándékokat ajánlottak fel.